Klímahiszti. Vagy valóság. Egy olyan témát hoztam, ami mostanában a csapból is folyik, és nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Mindenkinek van róla véleménye. Előre szólok, hogy egy kicsit hosszú lesz a videó, tehát akit nem érdekel, vagy unalmasnak tartja, vagy megunja, nyugodtan keressen szórakoztatóbbat. Én ennek a témának épp csak a felszínét fogom kapargatni, nem kívánok magasívű, magasröptű beszédeket tartani, nem is értek hozzá igazából, csak olyan dolgokról szeretnék beszélni, mivel nap mint nap szembe jövök. És remélem ez másokat is érint, másokhoz is el fog jutni. Nem érdekel ez a mostanában igen felkapott Greta kislány, nem érdekelnek a tudósoknak a különböző jóslatai, magasröptű beszédei, előrevetített dolgai, de én is látom, hogy valami nincs rendben, valami változik. És igen, az emberek nélkül is volt a Föld történetében többször klímaváltozás. De az elmúlt években nagyon érződik, hogy valami változik, valami módosul, és erre muszáj reagálnunk. Az, hogy a Victoria vízesés kiszáradt, máskor is történt már ilyen. Lehet, hogy nem ennyire drasztikusan, de történt már ilyen. Lehet, hogy ennyire, vagy sőt, ettől drasztikusabb helyzet is alakult már ott ki, csak nem tudunk róla, mert az olyan rég volt, hogy akkor még nem voltak ezek a hírcsatornák, hogy ilyen gyorsan, ilyen látványosan eljusson hozzánk. Tehát ki tudja, hogy volt-e már néhány száz, vagy akár néhány ezer éve hasonló ciklus, amikor a Föld némi változáson ment át. És nem cáfolom azt, hogy klímaváltozás van. Nem az én dolgom. Nem nekem kell úgymond ezt kimondani, hogy van vagy nincs. Különösebben nem is, ez nem jó szó, hogy nem is érdekel, de mondjuk úgy, hogy én nem a klímaváltozás miatt szólnék néhány szót, hanem inkább a szemétváltozás miatt. Azaz belefulladunk a saját szemetünkbe, és belehalunk a saját hülyeségünkbe. Hogy ezt hogy is értem, mindjárt elkezdem részletezni, és remélem mások is megértik, mire gondolok ebben kapcsolatban. De ha már szemét. Miért kell kihordani a szemetet az erdőbe? Miért jó az egyes embereknek, hogy kiviszik zsákszámra a szemetet az erdőbe? Igen, az útszélére is nagyon sokan kirakják, de az erdőkbe is kiviszik a szemetet. Miért? Ezt soha nem fogom megérteni, ez az emberi hülyeség egyik legnagyobb netovábbja, tehát szépet nem tudnék mondani azokról, akik ezt teszik. De azt sem értem, hogy egyes embereknek miért szakad le a keze, ha a szemetet a kirándulásról haza kell cipelni. Ha a hátiságba elfért a teli PET palack, vagy a csokoládés zacskó, vagy bármit mondhatunk, akkor miért kell eldobni az erdő közepén az üreset, aminek még súlya sincs? Tehát még azt sem mondhatja, hogy hú, de nehéz volt, és azért nem cipelte haza. Miért esik nehezére ugyanabban a táskában, szatyorban, bármiben hazavinni? Miért kell eldobnia? És mondhatja azt, hogy ó, ez csak egy szemét. Oké, egy ember, egy szemét. De kiárod a 100 ember, 1000 ember, és már is 100, meg 1000, meg sok 10 000, meg millió szemét van. Meg nem egyszer megy ki az az ember oda. Miért kell nekünk a szemetet kihordani? De azt sem értem, hogy az útszélére miért rakjuk ki a szemetet, illetve rakják ki, akik kirakják, de most az emberiség hülyeségéről teljes együtt kell beszélnünk, hogy kötelezően fizetnünk kell a szemétszállítást. És egyes emberek mégis zsákszámra rakják ki az út szélén a szemetüket, holott fizetik a kommunális hozzájárulásokat, mi az a szemétszállítási díjakat, stb. Mégis kiviszi. Miért nem vesz egyen nagyobb kukát? Mert megérteném, ha azt mondanák, hogy havi 10 000-rel többe kerül egyen nagyobb kukát fizetni. De nem erről van szó, minimális. Van, ahol nem is, nincs is külön költsége nagyobb kukát kérni, de ahol van, és ott 1-2 000 forintról beszélünk. De oké, nem akarja kifizetni.
akkor ha már úgy is kocsiba rakja azt a, majdnem szépet mondtam, milyen szemetet, akkor miért az erdő szélén vagy az út szélén áll meg, miért nem megy el egy szemét lerakóig? Ugyanis mindenkinek további szemét lerakásra van lehetősége ingyen. Ez most körzetektől függően negyedévenként 200-250, de van, ahol 500 kiló szemét lerakható ingyenesen a hulladékgyűjtőkbe. És ez lehet kommunális hulladék, ez lehet építési sít, vagy akár akkumulátor is. Ingyen lerakható, és mégse a környezetünket szennyezzük vele. És gondoljunk bele, mennyi akkumulátor van. Nem tudom, ki mit látott a sétája közbe. Akkumulátorok, műanyagok, festékes bödönök, amik belemennek a földbe, belemennek az ivóvízünkbe. Mondhatják azt, hogy jó, az csak a felszíni víz, a túrót. Ez szépen lassan leszivárog a mélyebb rétegekbe is, és ugyanúgy meg fogjuk saját magunkat is szennyezni. Oké, kicsit ordódik, nem lesz olyan koncentráció, attól még ugyanúgy szennyez. És most egy. De nem egyet tesznek ki, hanem többet. Tehát most lehet, hogy a koncentrációja csökken, de a több az összeadódik. Tehát nem értem az emberi hozzáállást, az emberi felfogást. És igen, el lehet ítélni érte, de én például természetes szemétért nem haragszom. Amikor valaki mondjuk eltöbje az almacsutkát. Igen, vannak, akik ezen fel vannak háborodva, hogy még az almacsutka is mennyire veszélyes, mert megzavarja az ökológiai rendet. De nem érdekes, az nem szennyezi a környezetet. Vagy amikor a levágott füvet kiviszik a erdő szélére, vagy a kert végébe, kerítésen kívülre, vagy fahulladékot, ilyeneket, ezek nem szennyezik a környezetet. Oké, megértem. Nem szép, néhány év alatt eltűnik, de az egyéb hulladékok azok nem csak a környezetet magát szennyezik, hanem az élővilágot is megölik. Valamelyik bolond állat megeszi a műanyagot, megakad a belébe, azt elpusztul, kész, ennyi. Hányszor vannak olyanok, hogy rohannak az emberek kutyával, macskával az állatorvoshoz, hogy jaj, műanyagot evett, megette a műbelet, a nem tudom mit, a vésliről vagy bármiről, és bélcsavarodása van, és mindjárt megdöglik. Miért? A természetben kint levő vadállatoknak nem okozhat ugyanilyen problémát? Ebbe se gondol bele senki. És ami engem a legjobban ebben kapcsolatban felháborít, az, hogy az én generációm szemetel. Az én generációm, aki még az úgynevezett átkosba élt azért jó pár évet, és az általános iskolát biztos, hogy ott töltött el, akiket legtöbb helyen kivezényeltek szemetet szedni, legalábbis felénk ez divat volt akkoriban, akkor megtanultuk, hogy nem dobjuk el a szemetet. Most mi a túróért dobjuk el a szemetet? Miért visszük ki az erdő szélére? Tehát miért van az én generációmban olyan, aki ezt megteszi, hol a gyerekként belénkölték, hogy nem kéne? És a mi gyerekeink mit látják? Azt, hogy a mi generációnk eldobja a szemetet az erdőbe vagy az utcán, kiviszi a szemetet az erdő szélére, és neki ez természetes lesz, ezt tanulja meg. Tehát miért vagyunk ilyen hülyék? Komolyan nem értem, mi zajlik ebbe a világba. Miért nem a helyben készült termékeket fogyasztjuk? Miért nem az idényjellegű termékeket fogyasztjuk? Igen, én is megteszem azt, hogy veszek paradicsomot, paprikát, uborkát télen. És van olyan, ami nem kis hazánkból, fóliából származik, hanem külföldről. És itt van az, hogy miért? Az íze se olyan, tehát már nem azt kapjuk vissza, amit megszoktunk nyáron, amikor tényleg jó íze van, hanem kapunk egy külön érlelt egyébként valamilyen, akármilyen vegyszerrel kezelt anyagot, amit szállítás előtt még zölden leszednek, aztán lefújják, hogy mire eléri a célját, addigra megérjen. Már itt szennyezzük saját magunkat, arról nem beszélve, hogy még ide szállítják, mit vagy milyen környezetszennyezéssel jár, és egy dologról elfeledkezünk, hogy anno a szüleink, nagyszüleink idényjellegű élelmiszereket ettek, majd télen a pincébe elrakott dolgokat, a befőtteket, vagy a savanyúságokat ették. És közel se volt annyi bajuk, mint most a mai fiataloknak, vagy akár az én korosztályomnak. És miért? Mert
akkor volt annyi esze az embernek, ha lesavanyította a káposztát, az uborkát, a kutyafütyöt, bármit, szépen ezeket összerakta, és azokat ette télen, az egy olyan C-vitamin, illetve olyan vitaminbomba volt, amire szüksége volt télen a szervezetnek. Most hol kapjuk meg ezekből a műanyag paradicsomból, paprikából, uborkából, bármiből ezeket a vitaminokat? Sehol. Tehát nem csak, hogy a környezetünket szennyezzük, meg magunk a szállítással milyen szennyezés van, hanem saját magunkat is szennyezzük, és átverjük a szervezetünket. Mert oké, egy narancsot, egy mandarint felhoznak Görögországból, ott is néhány ezer kilométert utazik, jó van, az még belefér. Régebben is voltak ilyen utak, amikor még a középkorban is akár elhoztak hosszabb távról élelmiszereket. De ha most abba gondolunk bele, hogy egy banánt, vagy ilyen egzotikus gyümölcsöket, akár még Dél-Amerikából is ide szállítják több tízezer kilométeren keresztül, hajókkal, teherautókkal, jó esetben vasúton, nem egy nap alatt ér ide. Tehát itt megint az, hogy utaztatjuk nagy pénzért, nagy szennyezéssel, ráadásul elindul zölden, majd valahol menet közben ezeket kezelik érlelőszerekkel, különböző gázokkal, hogy gyorsabban érjenek, ütemezik annak a útnak a útra az érési ciklust, és mi azt tesszük meg. És ilyenek vagyunk. Ebben nem gondolunk bele. De vannak fokozatok a fogyasztásban is, de most gondoljunk bele abba, hogy egy-egy vásárlásnál mi szemét keletkezik. És nem kell átmenni abba a végletbe, amit sokan nem is fognak soha megcsinálni, hogy különböző zacskókat gyártanak régi ruhákból, vagy bármiből, és abba fogják majd kiméregetni a zöldséget, gyümölcsöt, vagy csinálnak a elnyűjt ruháikból bevásárlótáskát. Nem, nem kell elmenni ilyen szintig. Igen, lehet, hogy jó lenne a környezetnek. De ha már nem minden egyes vásárlásnál egy új szatyrot veszünk, hanem mondjuk veszünk egy tartós ilyen fonott szatyrot, amiben sok minden belefér, nagy súlyt el lehet cipelni, és az mondjuk mindig ott van a táskánkban egy, vagy a kocsiba, vagy bárhol. Nem súly. Tehát nekünk nem fog megkottyanni, hogy viszünk magunkkal egy olyan szatyrot, és már is kevesebb műanyagot, már is kevesebb szatyrot használtunk. Kevesebb szemét kerül a környezetbe. Most mindenki gondoljon bele, nézzen körül a házba. A háztartások 90%-ában van legalább egy olyan fiók, vagy egy olyan táska, vagy egy szatyor, vagy egy doboz, ami tele van zacskókkal és szatyrokkal. Amit elteszünk, hogy jó lesz ez még valamire, majd fel fogjuk használni, majd néhány év múlva úgy vágjuk ki a szemétbe, ahogy van. Mert ezek kis csomagolási hulladékok szépen gyűlnek, és megint egy újabb, és... De a másik ilyen, miért hordjuk el a nyugati országok szemetét Magyarország? És ezt most komolyan megkérdezem. A sok használt műszaki cikk, a sok használt autó, amit ide behozunk, oké, találékony a magyar, kijavítja, felturbozza, rendbe rakja, még elhasználja azt a 6-8-10 éves autót egy újabb 10 évig. De bárki utána gondolt annak, hogy most vesz egy mondjuk egy 8-10 éves autót, és vesz egy új autót. Az új autók, új technológiák, kisebb motor, turbó, stb. Kutyafügy jelentősen 3, akár 4 literrel kisebb fogyasztással elketyegő mondjuk egy benzinesnél. Én megyek éves szinten mondjuk 20 000 kilométert, ha ezt kiszámolom üzemanyagárba, ez a különbség akár mondjuk 250 000 forint is lehet, egy új autó, és egy valamivel többet fogyasztó használt autó esetében. Tehát éves szinten 250 000 kilométer. Mondjuk használom azt a használt autót 10 évig, akkor az 2,5 millió forint. 2,5 millió forintból egy alsó vagy egy alsó közép kategóriás új autót vehetek. Tehát még részletre is jobban járok, mert kifizetem a részlet költségét üzemanyagárba. Tehát jobban járok, ha egy új autót veszek, mint ha megveszek egy használt szemét autót. És most tegye mindenki a szívére kezét, és mondja azt őszintén, én nem tudom ezt mondani, hogy egy 10 éves autónál nem indulnak el azok a szerviz problémák, ami erre kell költeni, arra kell költeni, amarra kell költeni. Még egy új autónál ilyen nincsen.
de egy 10 éves autónál szépen jönnek be a plusz 1, 2, 3, 4, 500 ezer forintos költségek. Tehát ott vagyunk, hogy elhozunk egy szemét autót, mert hogy nekünk az mennyivel olcsóbb akkor. De abban nem gondolunk bele, hogy hosszú távon ez egyáltalán nem olcsóbb. Oké, nem egy Mercit fogok venni belőle, vagy egy nem tudom milyen hajdeautót veszek újonnan, hanem valami olcsóbb kategóriájú autót fogok venni, de új lesz, és nem lesz vele úgy bajom, mint egy használt autóval. Sokkal kisebbek lesznek a költségeim. Nem megérni? De ugyanez van a műszaki cikkekre is. Azért egy 2-3-4-5 éves műszaki cikk bármikor elromolhat, és nem éri meg a mai műszaki cikkeket javítani. Ezek úgy vannak kitalálva, hogy ne érje megjavítani. Édes víz kincs lesz, mondták ezt többen, előttünk 10-20-100 évvel azok a gondolkodók, akik egy kicsit is figyeltek a természetre. És mindenki lenézte őket, manapság pedig ott tartunk, hogy lehet, hogy igazuk van. Évről évre egyre több országban, egyre több kontinensen jelent problémát az édesvíz hiánya. Emberek százai, ezrei halnak szomjan az édesvíz hiányába, vagy isznak szennyezett vizet, és abba halnak bele. Magyarországon ezt mi nem érzékeljük, mi azt érzékeljük, hogy elmegyünk, kezet mosunk 10 liter vízbe, lehúzzuk a WC-t, még nem elég tiszta, akkor nyomjunk rá még egyet, és így száll a víz. Kint locsolja a füvet a locsoló, az automatikus locsolónk, vagy kertészkedünk és csapvízről öntözgetjük a növényeket, és repkednek kifele a sok 10 köbméter vizek havonta. Sem gondolunk bele, hogy mekkora pocsékolás ez. Egyes országokban a kézmosásra, a fürdésre használt vizet még visszaforgatják arra, hogy például WC-t abból öblítsék, még ilyen apróságok. Nem logikus lenne? De oké, ne menjünk el ilyen szintig. De most csak aki panelban, meg ilyen lakásokban, akik azokat nem érinti, de ha kinéz az, akinek kertes háza van az udvarára, és az öntözőrendszert szépen üzemelteti, vagy a kis kertjét öntözgeti, a csapvízről, igen, van némi locsolási kedvezmény, de a locsolási kedvezmény úgy van kitalálva, hogy ne a teljes locsolást fedje le, tehát így is fogunk valamennyi szennyvízdíjat fizetni azért a vízért, ami az életben nem kerül bele a csatornába. Tehát kifizetjük a vízdíjat, némi szennyvízdíjat, és elpocsékoltunk egy csomó édesvizet. Miközben a tetőről az esővizet kiengedjük az utcára, az árokba. Érdekes módon néhány évtizeddel ezelőtt még az embereknek volt annyi esze, hogy a tetőről lejövő vizet felfogják hordókba, esővízgyűjtőkbe, ciszternákba, bármibe. És azt használták fel akár öntözésre, de ott még sokan fürdéstől kezdve mosásra, bármire. Most ezt miért nem lehet? Ráadásul az a víz százszor jobb lenne a kertnek, mert nem egy agyonklórozott, fertőtlenített nyavaja vízről van szó, hanem egy természetből származó vízről, ami a növényeknek is jobbat tenne. Megint egy hülyeség, amivel a környezetünket terheljük, és kidobunk egy csomó pénzt is. Vagy a másik, ami például itt vidéken, a kertesházaknál, stb. Engem nagyon zavar. Miért tűnnek el a kiskertek, konyhakertek? Senki nem kertészkedik már lassan. Pedig akár néhány négyzetméteren is lehet annyi növényt termeszteni, ami akár egy családot ellát, ha más nem legalább idényjelleggel. De ott az állattartás. Az is megszűnt. Régen, vidéken, ha nem is mindegyik, de biztos, hogy minden második háznál tartottak valamilyen állatot, szárnyas, disznót, vagy akár szarvasmarhát is. Most örülhetünk, ha egy-egy utcában egy ilyen ember van, aki állatot tart. Mert elintézték mindenféle rendeletekkel, szabályozásokkal, meg hát kényelmesebb, hogyha nem tartunk állatot, stb. Sőt, egyes helyeken a városból vidékre kiköltöző, magasan képzett emberek hoztak olyan helyi rendeletet, vagy vertek át a
képviselőtestületen olyan helyi rendeletet, hogy szabályozták, hogy hány kutya, macska, szárnyas, disznó, szarvasmarha, blabla lehet egy-egy háznál, sőt, hogy hol nem lehet tartani egyáltalán. Majd utána jön a felháborodás, mert ugye, hogy a szag zavarta az orrukat. Majd utána jön a felháborodás, amikor nem tud venni csirkét a szomszédnénitől, akitől eddig kapott. Pedig az milyen finom volt. Vagy a faluban lévő család, aki korábban adott neki friss tehéntejet, nem ad neki egy litert se. Hát ez milyen felháborító. De nem gondol bele a nagy eszével, hogy ezt ő érte el korábban, mert hogy zavarta a szag. Tehát itt tartunk, hogy ilyen emberek meg a különböző médiák által sugárzott hülyeséggel szépen, lassan az élelmiszeripar rabjává válunk, függünk tőle. Nem termelünk, nem tenyésztünk, nem termesztünk semmit házilag. És senki nem mondja, hogy mennyire szennyező házilag. Mert most, ha élelmiszeripar területén nézzük, azt az állatot valahol tartják, ott is keletkezik szennyező anyag. Ugyanúgy kell neki takarmányt csinálni, mint eddig korábban vidéken kellett. Tehát semmivel nem több. Majd utaztatják az állatot a vágóhídra, mert általában a vágóhíd nem ott van a gazdáknál, a nagyüzemi gazdaságoknál, hanem valahol arrébb. Majd a vágóhídról elutaztatják valahova, ahol csomagolják. Jó esetben azért megcsinálják a vágóhídon, de csomagolás. Majd utána elutaztatják az országba mindenhova az áruházakhoz. Majd onnan a jó képességű emberek hazaviszik a saját kis hűtőjükbe, megint megutaztatva. Igen. Védjük a környezetet, mennyivel jobb nagyüzemileg tartani, stb. És akkor itt még belemehetnénk ezekbe a génmódosított élelmiszerekbe, stb. Igen, nagyon helyesen az Unió még ellenáll, még kis hazánk is kitart, és nem függünk ezektől a génmódosított nyavajáktól, de vannak olyan országok, ahol a génmódosított élelmiszerekkel kiszorították, és ki fogják teljesen szorítani a hagyományos módon termesztett élelmiszereket, vagy tenyésztett állatokat. Amivel az a baj, hogy ezek a génmódosított élelmiszerek tele vannak mindenféle vegyszerekkel, antibiotikumokkal, stb., ami Amerikában már kiderült, hogy az emberek nagy többségénél antibiotikum rezisztenciát okozott, tehát innentől kezdve a betegségek túlnyomó többségét nem tudják gyógyítani, mert már nem használható annál az embernél antibiotikum. Basz, ennyi? De nem baj, csináljuk nagyüzemileg. Lenne még néhány téma, amiről beszélhetnék, és szívesen beszélnék is, de most szerintem én itt abba hagyom, így is elég sokáig húztam az időt, és nem tudok nyugodtan erről a témáról beszélni. Remélem azért felhívtam egy-két olyan dologra figyelmet, ami esetleg segíthet másoknak, hogy egy-két apróság, csak amire odafigyelünk, tényleg az a szatyor, vagy az esővíz, vagy hogy inkább vásároljunk egyszerre nagy tételbe és rakjuk el otthon. Mint egyenként elrohangáljunk autóval. Jaj, elfelejtettem egy kiló kenyeret, menjünk el. Jaj, elfelejtettem azt, menjünk el, stb. Vannak olyan apróságok, tényleg apróságok, amivel saját magunk dolgát is megkönnyítjük, mert nem rohangálunk minden hülyeségért. A környezetre is egy kicsit odafigyelünk, és talán az egészségünkre is. Remélem, néhány embernek, ha nem is megváltoztatom az életét, de egy kicsit megváltoztatom a gondolkodását ebbe a témába, és remélem hasznosnak tartottátok ezt a videót is. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Sziasztok!